Tiszteletem mindenkinek, szevasztok, Gábor vagyok, és a Tech Barátot nézitek, szervusz Arni, szevasz a többieknek. Ahogy mondottam, volt ugye hétfőn, hogy vagy kedd, vagy szerdára fog csúszni majd a pénteki adás, hát amint látjátok, ez a szerdai napra esett, gondolom észrevettétek tanulva, hogy nem volt élőadás. Hétfőn amúgy jól eltűnt a fenébe Árpi is, meg Danika, ők voltak itt ketten, aztán így úgy volt, hogy brófozzom is utána, és akkor így befejeztem ugye a Call of Duty-t. Kérdezem, hogy na, akkor jöhet-e a brófhoz, és így cirip. Hát várni nem vártam, mert nyilván a show must go on, ahogy ugye a Queen is megénekelte, mennie kell tovább azért az adásnak, de igen, azt észrevettem amúgy, hogy nem voltál itt, de hát gondolom, hogy a hétfő ugye november 1-e volt, biztos családi vagy egyéb más teendők voltak, úgyhogy ezt abszolút megértem. És igazából ezért is maradtam úgy el utána a brófhoz, tehát a korogyűt itt letoltam, mivel Árpi meg Dani elmentek együtt recskázni, vagy nem tudom, hogy együtt, de hogy külön-külön, vagy aztán lehet, hogy együtt, ki tudja. Így igazából úgy voltam vele, hogy akkor a brófhoz majd bepótoljuk ma. Ma azért nagyon feszített tempunk lesz, mert ma is lesz BL mérkőzés, ráadásul egészen jó meccsek, meg egy kicsit azért le akarok addig dőlni, mert sok volt azért a mai nap is. Egy nagyon picit brófozoztam most így kb. Egy stream előtt egy 10 percet, vagy negyed órát, és van egy új pálya, meg halloweeni téma, hát ahogy látjátok itt a GTA, mindenben halloweeni téma van, hát persze most így szarják ki magukból ugye a különböző játékok a jobbnál jobb DLC-ket, mindenféle ilyen halottaknak, vagy ott ugye halloweennek hívják, ezzel kapcsolatos témával, tehát ilyen faragott tök, meg a tököm tudja még micsoda. Úgyhogy, hát ahogy látom a GTA-t is, ezt elérte, de mi nem online fogunk játszani, hanem ugye ezért. A Atletico Liverpool mindenkinek ajánlod. Hát, igazából olyan mérkőzés nem lesz, ami amúgy annyira érdekelne, vagy ez a tévé mutat. Amúgy pont most fog kezdődni majd a Real Madrid Shakhtar. Az igazából érdekelne, hogy kikapjon a Real. Milan Porto, hát ugye lesz PSG Leipzig, de nem, azt hiszem Leipzig PSG, nem? Nem? De. De mert ott nem otthon játszott a PSG az ellen, nem? Nekem mint hogyha Lipcse rém lenne, hogy Lipcse például, de mindegy, de úgyis kikap, Gulácsi kap egy 3-as szerintem. Ami még amúgy jó lehet a Sheriff Internacional, mert mondjuk nem az Internacional miatt, hanem a Sheriff miatt, tehát a Sheriff Tiraspol, nem tudom, Macedónhajó, ha nem mondok egy hülyeséget. Kurva jó játszanak amúgy, tehát hogy így, és most jutottak be, azt hiszem először a csoport, nem azt, hogy vagy Vereál? Nem, hát nyilván próbálkoztak már, de most először jutottak be ugye a főtáblára, tehát a csoportkörbe, és azt hiszem ugye az ő csoportukban van a Real Madrid, talán a Reált verte a Sheriff, ha jól tudom, ugye? Meg aztán azt hiszem valaki mást, úgyhogy na mindegy. Lesznek mérkőzések annyira, tehát igazából olyan mérkőzés nem, ami úgy nagyon érdekelne, de arra jó lesz, hogy egy kicsit így, amíg megy majd a rendeledés, mert ma is volt azért munka, hát nem YouTube, hanem nyilván a munka volt. Aztán ugye a YouTube videókat azt megcsináltam, még tegnap így sokáig dolgoztam, valami egyig, vagy nem tudom, fél kettőig, akkor fejeztem be, úgyhogy Moldáv? Ja tényleg, Sheriff Tiraspol, Moldova. Igen, úgyhogy... Úgyhogy tesztek azok lesznek, mert ugye kikerült a KeyLive-nak az első tesztje, de már elkészült a másik kettő is, amik már ugye átnézésen vannak az Osannál, és újdonság, hát a videóm nagy részén nem fogom nyilván bevezetni, de az Osannos videóknál mindenképpen feliratozva is lesz majd a dolog. Mondjuk innentől kezdve számítva már csak egy lépés lenne az, hogy mondjuk esetleg angolul is feliratozzam, de most ugye angolul van feliratozva a dolog, az azért lenne mondjuk jó, mert akkor mondjuk a címbe ki tudnám írni angolul is a dolgokat, és akkor esetleg külföldiek is meg tudnák úgy nézni, hogy noha nem értik a magyar szöveget, de mondjuk felirattal meg tudják nézni, és az lehet, hogy növelni ugye a külföldi nézőknek, illetve a feliratkozóknak is a számát. De ezt még igazából így nem tudom, de felirat igazából kell majd, és amúgy egy tök jó programmal végig is meg tudtam oldani, hogy viszonylag kevés plusz munkával meg tudjam ezt oldani. És amúgy van erre egy nagyon jó magyar, hát amivel igazából ugye a szöveget is rögzítettem, illetve szövegé alakítottam az élő szót. Ez képes arra is, hogy betöltök egy videót, akár egy YouTube videót, vagy egy nyers videófájt, amit át akarok alakítani, és megadom a YouTube videónak a linkjét, és azt ő feliratkozza. Nyilván pénzbe kerül, tehát azt hiszem percdíja valami 20, nem tudom, 8 forint, és minimum 10 órás keretet lehet venni, ami nem tudom, 10 forint kb., de rohadt pontosan leírja, tehát ilyen,
alig kellett valami benne kijavítanom, még a vesszőket is tök jó helyre teszi. Tehát ilyen magyar fejlesztés, mondanom sem kell, tehát nem Google, mert a Google ez a magyar még nem igazán tudja, meg kb. Semmilyen külföldi ilyen fordító, meg nyelvfelismerő, a magyar nyelvvel szerintem a mai napig nem tudom, tökön szúrja magát, hogy csak magyar, ne? Úgyhogy, de ez egy magyar találmány, egy online amúgy, de azt hiszem van androidos alkalmazása is, szóval rohadt jó, megéri szerintem azt a pénzt, amit elkérnek érte, és 10 órás keretért, mit tudom, 10 000 forint, vagy 11-2 volt, 10 órás keret, most belegondolunk abba, hogy egy 8,5 perces videót töltöttem fel, tehát most 10 órás keretből 8,5 perc lejött. Ha most ilyen nagyon jó szeműek vagyunk, hát amúgy igen, meg azt, hogy igen, meg a kényelmet. Tehát, hogy azért az, hogy nem egész nap ezzel foglalkozom, hanem ugye meló mellett, tehát nekem nyilván minden pénzt megér az, nem mindet, de sok pénzt megér az, hogyha van is egy olyan megoldás bizonyos dolgokra, amire nem csak pénz megy, és akkor utána nekem még mindig van vele dolgom, hanem oké, pénzbe kerül, de utána tényleg ilyen minimális, tehát plusz 10 perc. Most arra azt mondtam, hogy jó, oké, ezt azért megéri, mert ugye az osanos tévéken majd az én videóim fognak futni, és valahol logikus volt és gondoltam is már rá korábban, a kontaktomnak a felvetése, hogy na igen, de ugye az osanban azért nem max hangerőn bömbölnek a tévék, és nem engem fog mindenki üvöltve hallgatni. Tehát nyilvánvaló, hogy ott, hogy valamilyen reklám megy, a reklámnak beszédesnek kell lennie. Tehát vagy feliratokkal, vagy képekkel, vagy valamivel. Na most oké, hogy van rengeteg vágókép, meg vannak is ilyen átúszások, meg ilyen különböző a specifikációiról a termékeknek, tudjátok, ilyen animációk. De ugye ez nem olyan sok, és nyilván így az emberek nem kezdenek el, nem állnak le ott így videót nézni. Viszont, ha a feliratok ott vannak a videó alatt, akkor lehet, hogy egy kicsit tovább nézik. Nem mondom, hogy végignézik az egész videómat, de lehet, hogy akkor jobban leragadnak nála, és akkor így végig tudják nézni, vagy egy nagy részét meg tudják nézni. Úgyhogy, na minden lényeg, hogy a feliratokon is dolgoztam ma, értem még tegnap hajnalban, úgyhogy jó lesz, fasza lesz ez. Úgyhogy, ha valaki jár Osamba, hát gondolom nem Ardi, de bárki más, aki itthon szokott járni, az hát szerintem hamarosan, nem tudom még, hogy pontosan mikor, de már ugye kérték, illetve egy videó készen van, és annak is már megvan a felirata. Amúgy meg tudjátok nézni, mert a YouTube-ra, hogyha felmentek a Kilájvos 4-1-ben szetre, akkor ott már bekapcsolható a felirat, és szerintem rohadt jó lett. Na, rohadt jó, hát nyilván az van felirat, az, amit mondok, tehát így, na. Jó van, kezdjük el a GTA-t, mert tényleg hát azért 9-9-4-10 felé be akarom fejezni. Hogy legyen egy kis időm meccset is nézni, meg kicsit kikapcsolódni, úgyhogy folytassuk a story módot. A múltkor is eléggé izgalmas, meg mozgalmas volt, egy picit még talán orrhangom van, bocsánat, ezt még abba akartam mondani, de már azért javuló félben, tehát már sokkal jobb, mint a hétfői, illetve hát a csütörtök pénteki az ilyen nem volt annyira rossz, tehát nem éreztem magam úgy rosszul, de hát a hangomon, meg az, hogy így beszélni ilyen rohadt nehéz volt, meg más volt. Most azért már úgy több kedve is van az embernek beszélni, tehát amikor nincs bedugulva az orrod, akkor úgy valahogy beszélhetnéked van, legalábbis nekem. Igen, azért gondoltam, hogy nem, valószínűleg nem az ottani üzletláncban fogják játszani. Milyen? Bazeg, most már mindenkinek ilyen rövid gatyája van? Ezek le kell ezért törölnöm a... Így. Jó. Jobb egér gomba egy kicsit retkes volt. Hát jó, nézzük, most régen voltunk már izével Francois-val, úgyhogy mi ez? F. Menjünk akkor ide az F-hez. Franklin! Tudjátok, menjünk a motorral. Ez végig is gyorsan odaírunk mindenhova is. És elmegyek a sarkon álló nő mellett, és ilyetében eldobja a poharat, bazd meg. Azért, mert egy motorral elkanyarodtam ezért, egy kicsit azért el van túlozott. Ennyire veszélyesen azért nem mindig vezet. Van, amikor igen, de most speciál, nézd meg, tehát tökre senkinek semmilyen kárt nem okoztam eddig. Megyek már legalább 20 másodperc, és semmi baleset. Őt is kikerüljük, nézd meg. Lehet, hogy motorra fogok járni, mert ezt egész jól is lehet irányítani amúgy. Hát úgy, nem tudom, hogy emlékeztek-e ugye a GTA 4-nek a motor irányítására, tehát amikor így nyomtam egy ilyen erőteljesebb kanyarodást, akkor azért farolt mindenfelé. Jó, ajaj, na itt már több autó van, oké. Merre? Arra.
Ja. Jó, erre ez nem ide jöttem. Bocs! Bocs, egyel odébb, ide. Így akar, így. Így, így. Na. A mamma forogna a sírjában, ja, most azt nehezményezik, hogy én másokkal lógok, mert most izé, nem a régi pajtikkal, izé, szegény. Mennyi sétált az a kutyádat, vagy a anyám kutyáját, vagy ki ez? Nagynéném kutyáját. Jó, nem érdekel. Na, get into the van. Jó, kezdve megjött a Trevor picsába, mindegy. Hát mindegy, akkor lemaradtunk valami jóságról. Nem az. Nem mindegy, reméljük, hogy nem maradtunk le sok mindenről, mert Trevornak általában a belépői azok eléggé, eléggé vicces azokta sikeredni, úgyhogy most ezt nem hallgattam, én nem voltam meg kíváncsi erre, izé. Oh, jó, de jó, homies! Ki a faszt érdekel? Kénytelen voltam végighallgatni a fekadumát az egész izé San Andreasban, most már nem tettne ez nekem mások. Tényleg? Á, picsába, mindegy. De várj már, ez nem az izé. Ha ezt tökre hasonlít, mondjuk is egy felüljáró kéne oda, ez tipikusan ugyanaz a környék, mint a San Andreasban, nem? Ugyanaz a hátsó körforgalom, ugye ott volt a lakás, és itt egy felüljáró volt még, hát ez most itt nincs, de... De most tényleg nem tudok gyorsabban menni. Jó, hogy jó a kutyi! Igen, most mit csinálunk? Viszünk egy táskát valakinek? Mi ez, ami tégla? Ja, ezért. Ilyen mészkő téglát vettünk, vagy veszünk. Oh. Igen, a mészkőnek amúgy nagyon jó a... Állítólag azt tök jó inhalálni, és ilyen gyógyító hatása van, nem? Ugye, mikor jött... Ó, bazd meg. Már el kéne izé! Már el kell izé! Jó. Ajaj. De most el kéne menekülni? Vagy ezeket most le kell lőni? Ja, nem kell menekülni? Akkor nem menekülünk, akkor lövünk. Jó. Hoppa. Kinek is élet. De az meddig megyünk most?
Ó, bazen, nem tudom ezt lejjebb vinni. Nem, persze, hogy ezt nem. Ezekkel fogunk menni? Mi ezt, hogy hívják ilyen kis hajókkal? Minek hívják ezt ilyen moped, vagy mi a tököm? Már ezek is elviszi a csajt. Trevor elviszi a csajt. Na remélem a végén akkor azért így lesz majd valami. Na. Ajaj. Jaj. Nem tudom csökkenteni a izét. Nem. Bassza meg. Ja, a jetski tényleg. Jó volt, nem jutott eszembe a izé. Jetski. Pazd meg, de miért jön most nekem? Tehát splittelni kell? De most akkor nekem merre kell mennem? Nem működik. De most nem tudom. Na, de most már le kéne. Nem. Ajaj. Bazd meg, följött utánam, de mit kell volna csinálnom? Tehát a játék nem adott semmilyen... Hova menjek ezzel a... Igen. Jó, let's split. Oké. De hova az anyámba splitteljek? Nem? Vagy mi? Nem? Vagy menjek jó sokáig, azt ennyi? Jó, hát ő oda ment. Hát akkor menjünk itt végig, hát leszarom. Ah, most kezd csökkenni.
Ah, persze, hogy megtaláltak. A kurva anyátokat. Basznád. Na jó. És nem tudok elindulni, bazd meg. Na, gyerünk, rendőr, hullákkal a izé... Igen, mondjuk az is jó lenne, nem baj, majd ezzel elmenekülünk, semmi gond. Azt a kurva, mekkora hullámok vannak. Nem menekülünk ilyennel. Ezzel lehagyjuk őket, bazd meg. Na, gyerünk. Egy pöppet gyorsabb, mint egy... Na. Bubbles. Nem most meg akarok, cheat nélkül akarom lerázni őket. De az előbb majdnem sikerült, csak most valahonnan meglátott, bazd meg a izé. Pedig felmentem erre a kis lakatlan szigetre, ez annyira jól nézett ki. Na mindegy. Bemegyünk bazd meg teljesen ide, izére, így, ide. De villognak ebbe az meg a csillagok, és még mindig nem akar izé, nem akar eltűnni. És meddig szopat még? Végre bazd meg. Az lesz. Meg nyilván Trevor meg a noja helyen van, ahol... Hát mondjuk annyira ezzel nem voltam tőle messze, de... Na nézzük. Mit tudunk? Menjünk a Barryhez. Menjünk Barry. Bazd meg, ez mitől... Miért? Who the fuck is this? You out of the gas chamber. Townley's on his way. We need to talk face to face.
warehouse off Dutch London in Banning. Oh, we can do more than talk, my friend. Ja, mi a warehouse-ba kell menni. Most akkor menjünk előbb oda? Menjünk oda. Nekem mindegy. Még ez tökéletes, hogy egyszerre mutat egy lila... De... Most át kéne váltanom a izére, Michael-re? Mert nekem villog most a Michael. Szevasz, Máté! Üdvözöllek! Ihú! Jó, most visszamegyek ugyanott. Hát innen jöttem, nem? Hát ez is egy nagy kalapszar ez az autóban. Nem lehet irányítani. Ja, hogy a... Ja, hogy vele talál... Jó, oké. Hát beolvastam, köszöntöttelek Máté. Máté Simon. Szevasz Máté Simon, Simon Máté. Beolvastam. Remélem ezzel segítettem is. Köszönöm szépen, köszönöm a feliratkozást, meg a követést, ilyesmi. Nem tudom, hogy mennyire vágod, de nem csak gémek vannak, sőt, elsősorban nem igazán gémek lennének a csatornának a fő profilja, de úgy néz ki, hogy mostanában fog beindulni majd a teszt üzem, úgyhogy köszönhetően az Osannak, illetve talán saját magam is tudok majd beszerezni olyan dolgokat, amiket így szívesen bemutatok az oldalon, úgyhogy remélhetőleg egyre több teszt videó is fog kikerülni, ilyen kütyű, teszt kütyű videó. Ja, ezek az FBI-osok, nem ez az FBI-os majom, aki... Ja. Ja, őt mentettem meg, nem? Mhm. Szevasz, Danika! Lesa, mit lehet használni? Mit? Go to the house. Jó. Mit kell használni? Nem tudom még miről van szó, de mindegy, majd gondolom, hogy kiderül. Something happened to him right now, I'd be right under a microscope.
an electron microscope of bureaucratic shit, and that would make it very difficult to keep old secrets. Oh, well, boo for you. You know who else is having trouble keeping secrets? Amíg az egy nagyon apró, elhanyagolható dolgot nem értem, hogy mert tettem ennek a csávónak szívességet, tehát megmentettem a seggét, mert hogy valamit én elkúrtam, vagy nem tudom mi, de hogy igazából már rég, szerintem én már leróttam rég a izémet, a tartozásomat, tehát én nem értem, hogy mit foglalkozunk még ezzel a rohadék FBI-jal, vagy FIB-val. Értem én, hogy akkor nem lenne játék, hogyha mindenre azt mondanám, hogy ja nem, köszi, nem, kösz, nem érdekel, inkább hazamegyek a feleségem, ja nem, az ott hagyott, mindegy, akkor hazamegyek a valami nőhöz, találok valami nőt, azt kész. És onnantól kezdve Simsnek hívnak a játékot. Most valakit keresünk amúgy? Na Dani, akkor figyelj, azt mondja Arni, hogy élvezni fogod ezt a mission-t. Én is amúgy élvezem ezeket a... Főleg, hogyha van benne némi humor, meg ilyen balfaszkodás, ami azért általában jellemző volt eddig a... nem mindegyikre, de bizonyos mission-ökre, úgyhogy... Na, hát, legyen ez, ez az, a kulcsal, kipróbálj, jó, akkor mindegyiket kipróbáljuk, és mikor kell beadni a izét? Biztos, hogy nem az lesz tuti. Hát nyilván, főleg, hogyha Harni mondja, hogy mindegyiket próbáljam ki, akkor valószínű, hogy rossz címeket fog nekem mondani. Értem, de most valakit keresünk, és ugye ő volt, tehát ő tudja, hogy hol van, de valószínű, hogy átver minket. Még akkor 2-3 alkalommal legalább. De most azt nem tudom, hogy mikor kell majd izét adni? Adrenalin shotot? Tehát, hogy mi van a pulzusával, hogyha nagyon magas lesz, vagy mikor? Vagy azt majd írja a játék, hogy izé? Szúri kell a popóba. Hát és addig kávézunk. Végis a mi melónk ez nem olyan bonyolult. Tehát, hogy gondolom majd akkor lesz bonyolult, amikor megtaláljuk az illetőt. De addig tök jó. Changing the subject. You know, he thinks you might actually commute Brad's sentence when this is all over. That's good. Fine work. We'll send another letter. It's about time anyway. Oh. Na, szóval ő ugye aggódik a Michael a Trevor miatt, mert nyilván gondolom a... Hova, ide jöttünk?
De ugye azt mondja, az FBI-os csávó, hogy figyelik a Trevort is, és nem kell aggódnia miatta, mert hogy, de gondolom amiatt, hogy hát ugye mi eltűntünk, meg a halottnak hitt minket, de mondjuk ahhoz képest a Trevor eléggé együttműködő, meg pajti velünk, úgyhogy... Na, melyik legyen? Na, Danika, akkor válasz egyet. Melyik lesz a jó? Van izé. Én nézzük a benzint, nem? Hát de azzal felgyújtani tudom, tehát ez most nem tudom, ez milyen kínzó eszközöm, vagy ez is fejbe baszom? Igen. Az benzin, azt értem én, csak hogy... Ja nem, víz, nem? Hát ilyenkor vizet szoktak, nem? Hogy megfulladjam. Ja ez igen, víz. Csak ugye így nem fog levegőt kapni. Azerbajdzsáni, középkorú, középmagas, közép, tehát minden tök átlagos, és azerbajdzsáni, find the target, hát bazd meg. Ő lesz az. Szerintem az. Szerintem az. Vagy ő. Azon ilyen turbán van. Ja. That ain't gonna cut it, my friend. Shit. I let me think. Sorry, too late, Trevor. Show our contestant. Mert mi nem volt még a kóizé, menjünk a fogóval. Na nézzük, mit levágja izé? Hát levágja biztos a körmét. Fog. Ne. Ne. Rotate clockwise. Én próbálom. Igen. Ja, hogy ezt így kell. Ja. De úgyis meghal, nem? Ezek után remélem, hogy megöljük, mert... Ó... Ó, csórik. Jaj, nem bírom ezt. Tehát, jó, mondjuk értem, rengeteg embert kinyírtam már be a tetves játékban, meg ugye a korábbiakban, de ez... Tehát az, hogy valakit kínozni, az... Fú, nem. Tehát ilyen... Hát ilyen bushy beard, tehát ilyen nagy szakál, ilyen... Búst, tehát ilyen bozontos, vagy ilyen borzos, vagy nem tudom. Tehát ilyen nagy szakállal van, gondolom, a kacsávonak. Hát annak is van bírgye, annak is van bazd meg bírgye. De ott is van bírd, a picsába, hát... Ott is van egy szakállás, mindegyik helyben.
Gondoltam, hogy vissza kell menni ezéhez. Nem lesz igazam abban, hogy meg nem öljük meg? Jó, van, szegény, ó, bazd, na. Nem, ezt én nem bírom, tehát jó, a gyilkosságot is elítélem, tehát meg az erőszaknak minden formáját, de tehát ha lehet valamit, akkor azt mondom, hogy nem, tehát ez a... Értem, hogy infót kell kiszedni valakiből, és hogyha lelövöm, akkor nem tudok, de... Na, melyik nem volt még? Ja, akkor izé? Mert Bimbi. Hogy tudok ízét adni? Hú, ez a kéne neki ízét, adjatok már ad... Á, bazd, mert belevágta... Gondolom ez Dani élvezi. Sőt, nem akarom elképzelni, nem akarom tudni, de szerintem lehet, hogy ő már mást is csinál az élőadás közben, hogy most, hogy ezeket a... hát számára ez nem kínzási módszer lenne, hanem ez ilyen felüdülés, ez ilyen hétvégi matiné. Egy kis foghúzás, egy kis bele a belkasunkba az ekkora bökőt, a tűt. Tehát szakállas cigarettázik nagyon sokat, és balkezes. Na mi a baj? Mi a baj a balkezesekkel, bakker? Hagyjuk már balkezeseket, jó? Hagyjuk békén. Na. Az jobbkezes. Az cigizik, de az jobbkezes. Az balkézzel fogta mondjuk meg, de az viszont nem cigizett. Mondjuk az nem is szakállas, tehát ugye ez lenne az érdekesnek, csak átadja, de ő nem szív bele. Nem, ő nem szív bele, tehát akkor ő biztos, hogy nem az. Ez jobb kéz. Ők nem dohányoznak szerintem. Nem, ezek nem dohányoznak. Akkor ebben a szobában lesz, itt lesz a mi emberünk. Ott van. Ja, persze, eddig nem is volt itt. Redwood smoking, bearded, maybe, could be, used to be, as a good enough for me. Steve, it's done. Woo! That is a wrap, my friends. Excellent work to the pair of you. Now I got a racquetball game to get to, so Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set. What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. Oh, come on, please. Shut up! That's a sport. Wait a second, Mr. Wood. Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-Man fucking scumbags tell me what to do. What? You just tortured me. Don't ask too many fucking questions. Let's go, get up. Come on, up the fucking stairs. Mi, Trevor? Trevor biztos, hogy nem menti meg. Hát ez nem rávallana. Vagy igen? Csórikám. Ne. Kiviszi. Tényleg elviszi a reptérre? Beszarok. Hát ez kedves tőle. Hey, how's your mouth? It hurts.
Can you speak? Kinda. Are you gonna hold it together? I don't want to go home. I want to see my family. No, you have no home. You have no family. That shit is over. I do. They're in the morning wood. I love them very much. No, that's your old life. That's over now. You're off the grid. You're one of the invisible people. Just take me home. I'm taking you. Most merre kell menni? You're gonna get on a plane. You're flying a long way from this country and you're gonna spread your message. I don't have a message. You're a torture advocate. Advocate? The media and the government would have us believe that torture is some necessary thing. We need it to get information, to assert ourselves. Did we get any information out of you? I would have told you everything. Exactly. Torture's for the torturer, or the guy giving the order to the torturer. You torture for the good times. We should all admit that. It's useless as a means of getting information. I'm feeling lightheaded. Sometimes you torture for the torturee, but only if they're prepared to pay. I am very unwell. It's me with you. Departures. No one drives me to the airport. Me. És tényleg elviszi, de mondjuk legalább egy ruhát adtak volna le. Ó, bassz meg. Run. You're free. Oh, what? But my family is here. Your family is probably the ones who got you fucking in here, all right? And look, trust no one, all right? You're alone now. Really? Yeah, really. Now let's go. Fuck off. Hát igen, mondjuk azok után, hogy őt elárulta azt a csávot, az azerbajdzsáni, akit ugye lelőttünk, valószínűleg, nem tudom, az ki lehetett, most az így hirtelen nincs meg, de gondolom, tehát azért is mondja neki, hogy takarodjon el, meg a hagyja a családját a fenébe, mert valószínű, hogy rá vadászni fognak. Tehát, hogy... Most hova megyünk amúgy? Ja, de most a ízére kéne mennem, nem? Trevor? Ja, nem a Trevor, nem? De Barryhez mentünk, nem az volt, hogy a Barry? Ja, de. Hoppa, azért mereked egyenesen le. És most nem látom, hogy most egyenesen le kellett volna, mindegy. Milyen üzenet jött, bazd meg? I need you old at the Latin bureau heads for me. Ja, mindegy. Ez úgy beszél, mint a izé, mint a Hiller Pityu. Nem tudom, ismeritek-e. Politikus, mindegy. Ajaj, az majdnem near miss. Micsodám nincs. Kuloultrofo... Klaustrofóbiának akarod írni, vagy... Én most olyan mission jön, ahol izé... Ami... Oh, bazd meg, de most az oszlopot mi nem tudom kidönteni? Hát, ami azt illeti, azért... hát éppensége van. Nem, én ezzel nem akarok. Nem lehet mást választani, vagy... Ez biztos megint az űrlényeket fogja... Nem, menjünk a H-hoz. Én nem, biztos, hogy nem megyek ez a faszkalaphoz. Oh.
tuti, hívok egy taxit, bazen, én... Tehát, jaj, nekem most semmi kérdez, biztos megint kapok valami ízét. Kulultrofóbiád, oh. Hát ezt nem tudtam. Nem, bolcokat valamire nincs, de... De bolcokat mindig is üzenek tartottam, de... Nem tartottam annyira... Jó, hát igen, az itt, vagy az mondjuk eléggé félelmetes, oké, okay, de hát most nyilván minden karaktert, vagy minden, még a legcukibb kiskutyát is meg tudják úgy CGI-jal, vagy maszkokkal, hollywoodi trükkökkel felruházni, hogy vérengző, veszélyes állat legyen, tehát hogy beszéljentek, de mindentől lehet félni, mert meg lehet úgy mindent csinálni, hogy ezért félelmetes legyen. Köszönöm, Fili a király. Aha, Na, hol van a taxink? Az a miénk? Hát bazd meg, és elütnek. Ne, gondoltam, tehát ugye gondolom, hogy megint szívnom kellett volna valamit, csak jöttek volna bohócok. Nem, tehát én nem vagyok most erre kíván, tehát úgyis utolsó mission jön, mert utána folytatni kell a jó kis szuper szegyúszerrel. Úgyhogy ez a mission, egy mission még belefér, de ha valami, akkor az... Oh, hello. Itt nem tudom felszedni? Csá, na mindegy. Pedig hát ugyanolyan szakadtul néz ki, mint én. Gondolom, itt menjek föl. Wait, boy! Hey, you guys, I'm expecting company. I want this place clean. Wade, you tidy. Floyd, massage. No, I really don't. Do you want me to get my dick out again? No. Does anyone want that? Hey bro, what's up? Oh, hey bro, you're late. 9 years fucking late. You know, you're so late in fact that you have no right to call me bro. Is that clear? Shut the fuck up. You're like a broken fucking record. Oh yeah? Well, you're like a shit. Nem érdekel, hogy hosszabb. Én most nem akarok bohócokkal izét. Tehát biztos megint ilyen halucinálás lett volna a sztorinak a lényege, illetve a középpontjában, és bohócokat haluzom, de nem. Lester? Yeah, I called him. Apparently he's in the hospital having his vagina cleaned or some shit. He's got a wasting disease. 20% saved. No, that's not how we work. Well, you'll forgive me, but that's how we're gonna work this time, all right? We're doing it my way, because as I recall the last time when we did it your way, we all got shot at, you got buried, resurrected, turned into a twat, and Brad ended up in a fucking prison! Yeah, and Lester told us not to do that job, but we did it anyway. And Lester seems pretty good, man. Would you shut the fuck up, all right? And you, Michael, owe me, all right? So this time, we do things my way. Yeah, and what about after this? After this, we think about things. So what's the plan? Easy. We are sinking a freighter into Los Santos Harbor, all right? Now, Daddy's little helper, you're gonna be on the bridge, all right? You're the lookout. You're boarding the freighter and planting charges. Me, I'm running the deep water salvage operation with a little help from my friends. You, fat man, of course, well, you're not one of those friends. Which part is easy, though? Oh, for fuck's sake, where'd you get the pussy, Mikey? Man, fuck you. Ah, better. I like that. Fuck you. Good. Good. All right, now let's go make some... Brilliant. Ez beteg. Oh, your wish is my command, oh, master. De várját, most ez nem az a... Ez melyik hely? Ez a, tehát aztán megcsináltuk, nem, amikor ugye elloptuk a tenger alattjárót, és elloptuk a cokmokot, nem? Ja nem, az nem volt még, nem? Várját, elvittük a... És csak elrejtettük valahova, nem? Ja, akkor ez még mindig ugyanaz?
Hogy ez még mindig ugyanaz akar lenni? Mert azt mégis, azt hiszem, azt nem csináltuk meg, nem? Sinking a container ship into a harbor. Man, not really, kid. It's all about what's inside. Cool, so what's the thing, man? I don't know what it is, but I know it's important. You heard of Meriwether? Yeah, maybe. Meriwether Security Consulting, the company our government uses to fight its wars and protect its shady interests all over the planet. They're the army? They're like the army, only they're private, so they cost more. Anyway, they've just been cleared to take government contracts on U.S. soil, and what's one of the first on the list? This container at the port? Exactamundo! Ja, tehát nem tudja, hogy mi van ebben a izé... Ja igen, tehát nem tudja, mi van a konténerben, de hogy... Ja. Go to the vantage point, aha. Tehát nem tudja, hogy mi van ott, de hogy el akarják lopni, mert hogy nem védeni, akkor ez a nem tudom milyen security a kormánynak valami nem tudom milyen security-je, tehát akkor biztos, hogy drága lehet. Ez itt tök jó dolog így rabolni, hogy ha valami van ott, mert nem tudjuk pontosan micsoda, de lehet, hogy ezé 6 kiló lótrágya, tehát hogy ami amúgy lehet, hogy drága, de hát most mi a fasz csinálsz 6 kiló ezé, vagy 6000 tonna lótrágyával 6 kiló. Na igen, és akkor mit lövünk? Climb aboard. Things I do for old friends. I got 4 bombs to plant, kid. Look out for me while I do it. Ja persze, most a rob... Ja jó, akkor ezt megöli. Oké. Okay. Ajaj. Itt van több is. Azért ezt pont nem látom azt a csávót. Aha. Ja, hogy én nem látom.
can fire, man! De nem látom, hogy... Contact list, yeah, that's on it. Igen, jó, akkor figyelem a végét, jó. Köszi, hogy szóltál. Ja, hogy azért robbantottam fel, hogy ezek leessenek, és akkor lent a víz alatt pakolom ki. És mi van, hogyha mondjuk olyan cucc van benne, ami vízre, nem tudom. Hát jó. Most mit kell keresni? Most itt a konténerek közelében kell izélgetni? Ha. Nem tudom, hogy kell úszni, bazd meg. Ja, de ott van valami. Igen, most akkor ezzel oda megyünk. Go to the device. Jó.
Jó, tehát felvettük a komotyót, akármi is legyen az. De akkor itt még nem volt vicc, ugye? Vagy poén? Tehát akkor még nem maradtam le semmiről. De miért nem emelkedik ez a szar? Oké. De mi a f... De miért nem emelkedik föl? Hát nyom a shiftet, bazd meg, és nem... Egyszer nem akar a shiftre fölmenni. Chinese, what? What'd you think is in there? I thought he talked to you. All right, man, so what now? Maybe I can organize to have it taken back and found amongst the wreckage. Whoa! Holy fuck, Lester Crest! Holding on and looking good, huh? Do you have any idea what you did here? Yeah, I pulled a score. What, are you jealous because you didn't get your 20%? That thing doesn't go back, then we will all end up on every watch list in the entire planet. Watch list? So fucking watch! So they don't watch, they kill. Idiot, we'll all be dead within a week. Think! Listen. Take the truck, take a guy, do what you gotta do. Trevor? I'll load it up. Trevor? Great. Then you and your patient can take it all back. Tehát most komolyan elloptuk és... most elloptuk és vihetjük vissza? Most ez komoly? Hát most ezért megérte tényleg. Jajjak, ez ennyi volt. Jó. Jajjak, az már nem mission lesz, hogy vissza kell vinni. Értem. Jó. Azt hittem, hogy most akkor vissza kell vinnem, és az lesz a izé. Basz meg, nem. Aj. Aj, Istenem. Fú, ez kicsit mondjuk ilyen... Na, ez egy fölösleges mission volt. Ne, jó, nem volt az, de... Tehát tök jó meg volt minden tervezve, de azt nem tudta, hogy mi van ott. Vagy gondolom, a Trevor tudta, hogy valamilyen izé, valami szuper fegyver. És tényleg az a terv, hogy eladja a kínaiaknak. Tehát ez úgy működik, hogy izé, ellopok egy szuperfegyet az amcsitól, átviszem Kínába, és akkor ott találkozom izé King Jong-unnal, és belem az Észak-Korea, mindegy. És akkor jó napot egy izé, egy szuperfegyet, persze, persze, és akkor elkezdi leszámolni így a dollárt, és akkor, tehát hogy gondoltad? Na mindegy. Ez, jó. Mindegy, ezzel is elment az idő, meg a mission. Megnézzük gyorsan, hogy állunk a missionökkel. Ez nem a skills, hanem a general. Trevor volt 11, Michael 18, és a Frank 11 szintén. Erre az nem csak 22, az pont 40. 40 missionen vagyunk túl. Ja.
Jól lenne tudni, hogy mennyi mission van igazából hátra, de mindegy, szerintem még sok van ebből a játékból, úgyhogy inkább nem is kezdem el számolni. Meg a centit tépni, meg ilyesmi. Nem voltam úgy rossz, de mondjuk ez az utolsó mission, ez azt leszámítva, hogy is tényleg így jó pofa volt, meg izgalmas, de úgy összességében, mivel semmi értelme nem volt, így egy kicsit ilyen kidobott időnek érzem így az ablakon, de mindegy, ez lenne a legnagyobb bajunk. Folytatódik az élőadás, ugyanis mennyi? Uha, 7:30. Ugyanis Super Seducer következik, megpróbálom azt minden rövidebbre fogni, persze nyilván a vicces dolgokat megpróbáljuk kiaknázni, tehát még hogyha rossz válasz is fog majd dobódni, vagy kerül elénk, ha valami nagyon vicces, akkor azt persze be fogom nyomni, így a poén kedvéért, de azért törekszem majd arra, hogy minél akkurátosabb, meg pontosabb legyek, és minél gyorsabban végigtoljuk a következő pályát, vagy mission-t, na mindegy, szóval a következő csajt, akit be kell majd fűzni, hogy utána még legyen időnk a Brofoss-ra, mert aztán olyan 9-4-10 felé vége lesz a streamnek, úgyhogy most sietés van. Na, ez volt a GTA 5-nek a mai része. Remélem, hogy élveztétek. Köszönöm szépen a figyelmet Ardinak, Daninak, és még a Máté Simonnak is, természetesen még egyszer beolvasom a nevedve Simon Máténak is, és még a többieknek. Tartsatok ki, mert az előadásom úgy folytatódik, egy perc múlva körülbelül, és jövök a Super Seducer következő epizódjával. Igen, a Randy Guru újra, így van. Aztán valamelyik nap volt is, hogy lesz majd a tévében, láttam a bemutatóját, úgyhogy lesz egy kis Randy Guruzás, és igen, ja, és aki YouTube-ról nézi majd vissza ezt a részt, ne felejts el lájkolni, illetve a feliratkozást megnyomni, hogyha még nem tette meg, mert ezzel is segíti a munkámat, és segít, ahhoz is hozzásegít, hogy a későbbiekben ne csak az Osan, hanem akár más gyártók, forgalmazók, üzletláncok is velem vagy rajtam keresztül reklámozzák akár saját, vagy egyéb más termékeit. Na, egy perc türelmet kérek az előadás nézőitől, és folytatjuk a Super Seducerrel. Tartsatok ki, szevasztok!